Tisztelt Anna asszony, képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást, örömmel tettem eleget, és hát nem vagyok könnyű helyzetben, mert Anna asszony után megszólalni nem egy egyszerű dolog. Ugye a szavak emberének kell a politikusnak lenni. Én vidéki gyerek vagyok, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élek, immáron 50 esztendeje, ott Vásárosnaményben az ukrán határtól 11 néhány kilométerre. Volt szerencsém meglátni a világot alulnézetből jó sokáig, most úgy tűnik, hogy felülnézetből, de igyekszem azt a szemüveget fölvenni, ami kevésbé torzít, és emlékszem arra az időszakra. Ellenben emlékszem, amikor ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az egyik legnehezebb sorsú megyében ugye tettük a dolgunkat, és éppen ahogy idefele jöttem, gondolkodtam, hogy ugye vidéki emberként, nyilván most a magyar kormány nevében államtitkárként állok itt, de vidéki emberként ugye egy picit talán számomra a környezet idézőjelben mondom szokatlan, aztán hamar rájöttem, hogy ez nem így van, hiszen 6 éve Budapesten élek, Zuglóban élek, egy 10 emeletes első emeletén. Úgyhogy mindjárt ki is vertem a fejemből ezt az egész attitűdöt, hiszen gyakorlatilag hétfőtől péntekig az életem döntő része itt zajlik Budapesten. Kicsit érdekes egy vidéki, ahogy íróasszony is mondta, hogy gyakorlatilag, ha az emberben megvan az a spiritus, megvan a becsületre, a tisztességre, a egymás iránti szeretetre való hajlam, és nem csak megvan, hanem ez képes kimutatni is, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hol él. Akár Magyarországon, akár máshol. Ugye itt a képviselőtársam jelezte már, és hát nem állhatnék itt, ha önök nincsenek. Mert azért állok most itt, hogy köszönetet mondjak először is önöknek a magyar kormány nevében, azért, hogy kiálltak magukért, értünk, és ezért a nagyon fontos ügyért. Úgyhogy én, ha megengedik, megtapsolom önöket. Nem volt ez, hogy gyűjtöttük az aláírást, én személy szerint így gyűjtöttem az aláírást, és volt szerencsém beszélgetni emberekkel. És hát, mint ahogy a magyar ember, ugye alapból pesszimista. Hát valljuk be, sajnos ez az alap attitűdünk, hogy mi, hát jó, de hát most nem úgy megy az egész, baj van itt, nem is tudjuk, hogy lesz. Nem is tudom, lesz-e munkahelyem, de az unokám, de a gyerekem, szóval úgy bennünk van ez a fajta pesszimizmus. Itt, hála jó Istennek, a rezsi csökkentéssel kapcsolatos aláírás kapcsán valami mást is megéreztem. Azt is megéreztem, hogy közös hangot találtunk. Olyan emberekkel is egyébként, akik, hát hogy mondjam, nem a jobb oldal szekerét tolja, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok. És meggyőződésem, hogy bizonyosan van a teremben most is itt olyan ember, aki egyébként a rezsi csökkentés miatt van itt, és köszönet érte, hogy ő ehhez nevét és erejét adja. Ez egy óriási dolog. Van végre Magyarországon egy olyan dolog, ami mögé nagyon sokan, akár pártállástól függetlenül is föl tudnak sorakozni. Ez Magyarországra ugye nem jellemző, nem csak Magyarországra, hanem általában a közép-európai országok, ugye a posztkommunista országoknál, mi egy kicsit ugye a jobb oldal, meg a bal oldal igen messze van egymástól. Nem úgy van, mint Németországban, hogy hát akkor csináljunk nagy koalíciót, hogyha esetleg nem jön össze kicsibe. Itt azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Reméljük, hogy ez a későbbi időszakban másképpen fog alakulni. De az kétségtelen tény, hogy ez a fajta összefogás példaértékű. Ha megengedik, azért én a rezsicsökkentéssel kapcsolatos mondandómat egy kicsit szélesebb kontextusba helyezném, meg hát ugye foglalkoztatás politikáért vagyok felelős, és az én székemet nem nagyon szokta irigyelni senki, még olyat nem hallottam, hogy azt mondta volna, hogy te szeretnék vele cserélni, mert ez egy olyan portfólió, amiből csak pozitív üzeneteket lehet mindig mondani, hát azért itt van teendő és van gond, ennek ellenére azért szeretném, hogyha néhány gondolattal megvilágítani azt, hogy honnan is indultunk és hol tartunk jelen pillanatban. Ugye 2010 időszaka számos tekintetben, különösen a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a gazdaság tekintetében Görögország környékén emlegettek bennünket. És volt rá lehetőség, idézőjelben mondom, mi több igény is lett volna rá,
hogy az a kétharmados új magyar kormány néhány hónapon belül, esetleg egy éven belül letegye a stafétát és átadja valaki másnak. Nem ez történt, és azért nem ez történt, mert a magyar kormány világosan látta, hogy mit örökölt, és milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy ettől az örökségtől szabaduljunk, és ne abba a csoportba említsenek bennünket, amiben sok minden mutató kapcsán egyébként kellett volna, hogy bennünket besoroljanak. Tisztán kell látni, nem, Magyarország nem volt a maga ura ebbe az időszakban. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy azon a szőnyegen, amin álltunk, fogták a szélét, és kényük kedvük szerint rángatták bizonyos erők. No most ugye a bölcsember az úgy van vele, hogy nem biztos, hogy hát úgy kell megszabadulni ezektől az erőktől, hogy egyébként talpon tudjak továbbra is maradni. Ez nem egy egyszerű feladat. Tehát a magyar kormánynak 2010-től 2013-ig úgy kellett hozzányúlnia a gazdasági kérdésekhez, a szociálpolitikai kérdésekhez, a foglalkoztatáspolitikai kérdésekhez, és sorolhatnám tovább, hogy talpon maradjunk. Ez nem volt egy egyszerű mutatvány. Az, hogy ma, 2013-ban, három év után arról beszélhetünk, hogy saját lábunkon állunk, hogy megszabadultunk az IMF ölelő karjaiból, és sorolhatnám a pozitív üzeneteket, ez nem volt egy egyszerű feladat. Ugye foglalkoztatás tekintetében mi a helyzet? Hát holnap jön a KSH-nak a legfrissebb adata, holnap reggel 9-kor izgulok egy kicsit, mert nagyon szeretném, hogyha az az adat arról szólna, hogy soha ennyien még nem dolgoztak a rendszerváltás óta Magyarországon. Azért merek ilyen gondolatokat egyáltalán a fejembe megfogalmazni, mert a legutóbbi adatsorunk, ez a 3 millió 900 ezer fölötti létszám is már 2003 óta nem volt ilyen még Magyarországon, és ez egy óriási dolog. Most éppen Székesfehérvárról jöttem ide, ahol a Grundfos adott át egy új gyáregységet, miniszterelnök úr volt az átadó, és 350 embernek teremt munkalehetőséget a következő időszakban. Tehát megindult Magyarországon, hirtelen tudnék most felsorolni önöknek néhány olyan beruházást, Rácalmáson a Hankó 950 főt vesz föl, Nyíregyházán a Legó 250 embert, a Koloplasz 700 embert. Tehát sorolhatnám ezeket a számokat, de nem akarom így este meg különösen számadatokkal terhelni önöket. Megindult foglalkoztatás ügyben is Magyarországon egy pozitív tendencia, és szeretném hangsúlyozni, mert ugye holnap már hallom az ellenzék, megint fogja mondani, de hát a közmunka, de hát a migráció, kimentek külföldre, azokat is beszámítja a statisztika, meg a részmunkaidős, a teljes munkaidőből részmunkaidőt csináltak, ne higgyenek ezeknek az adatoknak, én majd próbálom ott a magamnak mondani, hát nyilván le fog pattanni, ahogy szokott, ezzel nem kell foglalkozni, de a lényeg az, hogy valóban igen jelentős létszámnövekedés van, és nem igaz az, hogy csak a közfoglalkoztatás és csak a migráció növeli a foglalkoztatást. Nagyjából az elmúlt három évben hozzávetőleg 90 ezer ember találta meg a versenyszférában a munkahelyét Magyarországon. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Mert az elődeink arra a csodára voltak képesek, hogy 2005-6 környékén 4-5%-kal nőtt a magyar gazdaság, a GDP, és stagnált a foglalkoztatás. Tehát jött annyival nem dolgoztak többen. Tehát ebben a helyzetben ez egy óriási eredmény. Egyébként a közmunkával, a közfoglalkoztatással kapcsolatban pedig, ugye, ahogy szoktam is mondani, nincs, nekem nagy problémám nincs vele. Akkor van probléma, hogyha egyébként nem kell mögé tenni munkát, ahogy az elődeink tettek, 60 ezer forintot megkapod, reggel írt alá jelenlétét este, közben úgy bújdokolj valahol, hogy ez nem megoldás, annak se, akinek ezt felajánljuk, ezt nem szabad tenni. Értelmes, értékteremtő munkát kell adni, és nem segélyt adni az embereknek, hanem munka lehetőséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amilyen úton megindultunk, az természetesen azt szeretnénk, hogyha minél többen a versenyszférába dolgoznának, de onnan, ahonnan én jövök, ott most is 26 ezeren dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közmunkában. Ha ez nincs, akkor 26 ezer emberre több segélyes van 22.800 forinton. Tehát ezt nem lehet megengedni. No, de ennyit a foglalkoztatásról, nem szeretném önöket különösen számadatokkal terhelni ezzel kapcsolatosan. A rezsicsökkentés kapcsán
Én azt gondolom, hogy szemmel látható az, hogy az ellenfeleink se, tehát a politikai ellenfeleink se tudnak ezzel a dologgal mit kezdeni. Hát szóval ez egy jó dolog. Ez egy jó ötlet, több annál, mint jó ötlet, mert parás pénzt hagy az emberek zsebében. Az egyik legnagyobb probléma Magyarországon az, hogy a fizetéseinkhez képest ugye a rezsiköltségek horribilis arányt képviselnek. Óriási összeget vesznek el. Hát nagyon sok család van, aki a sárga csekkek befizetése után egyszerűen képtelen tovább gondolkodni. Elfogyott a pénz. Na most ugye szoktam ezt a példát mondani az államadósággal kapcsolatosan is, mert mindig ugye jönnek azzal, hogy de miért kell minden energiánkat az államadóság csökkentésére fordítani, miért nem hitelből növekszünk, aztán majd, ha jól megy a gazdaság, akkor visszafizetünk. Hát ezt ismerjük, ezt a filozófiát. Isten őrizzen bennünket attól, hogy még egyszer hitelből növekedjünk. Tehát úgy áramoltassunk ki pénzeket, hogy amögött nincs gazdasági teljesítmény. Annak az az eredménye, ami 2002 és 2010 között volt. Világosan látszik. Tehát amikor a magyar kormány azt mondta, hogy az államadósságot kell csökkenteni, akkor ezért tette, mert mindenki gondoljon a saját háztartására. Ha nekem 100 000 forint jövedelmem van egy hónapban, és ebből 80 000-et sárga csekken ki kell fizetni az ötödikéig, hát abból a 20 000 forintból szép lehetek, de okos biztos nem. Na most, ha a 100 000-et nem tudom növelni, tehát ha bevételi oldalról nem tudok többet teljesíteni, akkor a kiadási oldalt kell megpróbálnom valamilyen módon csökkenteni. Erről szól tulajdonképpen többek között a rezsicsökkentés. Tehát pénzt hagyni az emberek zsebében azért, hogy fogyasztásra és ne a multinacionális cégek extra profitjának a növelésére fordítódjanak ezek a források. Több 100 milliárd forintról beszélünk összességében, tehát hatalmas pénzekről van szó, és tudjuk nagyon jól, hogy a bérek hogy alakulnak Magyarországon. Hát az elmúlt időszakban gyakorlatilag minimálbér szintjén is és egyébként is növekedtek a bérek, de nem olyan mértékben, amilyen mértékben egyébként mi ezt szeretnénk. Az idei év először az az év, amikor reálszintű keresett növekedés várható, hiszen a minimálbérben 5,4%-os növekedésbe állapodtunk meg annak idején a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, és hála jó Istennek, mert akkor még úgy terveztünk, hogy 5% körüli lesz az infláció, és most ugye látják a legfrissebb adatokat, ilyen 2% környékén mozgunk, van, amikor még 2% alá is bekacsint. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy a pénzünk vásároló ereje az jobb. Többet tudunk vásárolni ezért az összegért. Azért, mert reálszintű növekedés van. Nem olyan mértékű, amilyet mi szeretnénk, de végre nem arról kell beszélnünk, hogy inflálódik folyamatosan a forintunk, és nem bírunk vele mit kezdeni. Messze nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Ez nem kérdés. Tehát jobban teljesítünk számos területen, mint korábbi időszakban, de messze nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Foglalkoztatásban, gazdasági élénkítésben. De ahogy az íróasszony is mondta, a legfontosabb dolog, hogy az az út, ami nálunk, az meggyőződésünk legyen, hogy az a jó irány. Aztán, hogy ott milyen tempóban tudunk haladni, lassan, megfontoltan, vagy eljön az idő, amikor határozottabban tudunk menni, az már egy másik kérdéskör. De jó irányba haladunk. A baj akkor kezdődik, hogyha meg se vagyunk győződve arról, hogy vajon arra van az egyenes. És hát bizony ugye az elmúlt időszak egyértelműen mutatta számos területen, számos esetben, hogy teljesen rossz irányba mentünk, teljesen téves volt az a fajta gazdaságpolitikai, szociálpolitika, amit az elődeink hajtottak végre. Ugye itt én gépészmérnök vagyok eredetileg, és nekem ez a 10-11,1% ez bejött hamar, tehát én ezt könnyen kezeltem, mert ugye és Isten őriz, hogy most itt a jelenlévőket terheljen bármiféle este, nem tudom, hány órakor matematikai műveletekkel, de ugye viszonylag egyszerűen kijön ez a dolog, mert hogyha ugye mondjuk a 10-nek a 20%-át veszem, az ugye 2, tehát akkor 8-at kéne valahova fizetnem. De hogyha a 10-et először 10%-kal csökkentem, majd a 9-et is csak 10%-kal csökkentem, akkor nem jön ki a 20%, tehát magyarul csak 19 jön neki, ezért kell a 11,1,
bocsánat mindenkitől, akik most megzavartam, hogy fel ne álljon senki, ezek után abba hagyom a matematikát, csak ezért kellett a 11,1, hogy végén, éves szinten kijöjjön a 20%, tehát ebben nincs olyan nagy hókusz-pókusz, ennyi a... Biztos te is tudtad, csak most egy kicsit szerettem volna, hogyha hát ha valakit mondjuk, ezért már érdemes volt eljönni, hogy a 11,1%-ot meg tudja. És ugye ezzel egy nagyon lényeges dolog, hogy valamennyi család jó jár, ugye a rezsicsökkentéssel, a kollégáim kiszedték ezt pontosan, az áramszámla esetében átlagosan nagyjából 1200 forint, a távfűtésnél 2000 forint a spórolás mértéke, tehát egy négyfős háztartás havonta átlagosan 3500 forintot spórol meg. Nyilván ez változik, hiszen családja vállalhatja, meg sok minden egyebet is figyelembe kell venni, de adott esetben egy család esetében akár 100 000 forintos nagyságrendet is jelenthet ez éves szinten. Azért ez már szerintem nem lebecsülendő. Persze az egy másik kérdés, hogy okulva az előző évek tapasztalataiból, vajon a magyar családok mennyire mernek költekezni? Tehát még ha van pénz is, mennyire mernek költekezni? Nem annyira. Látszik, hiszen a fogyasztás nem növekszik olyan mértékben, érthető módon, mert nagy pofont kaptunk az élettől, meg kaptak nagyon sokan az élettől, akarva, akaratlan, elsősorban nem a saját, hanem mások hibájából, itt ugye nyilván elsősorban a devizahitelesek problémájára gondolok, és ugye úgy tűnik, hogy bizonyos szinten megoldódnak a problémák, és a kormány sokat is segített ebben az ügyben is, de hát azért tudom én azt nagyon jól, az élet azt mutatja, hogy máshol a szomszéd, a családban, a rokonságban, a nagymamánál, az unokánál a talázsiból a pénzek kifogytak. Tehát magyarul úgy tudta törleszteni, úgy tudta megoldani a törlesztő részletet, hogy máshonnan kért kölcsön, és most oda tartozik, nem a banknak tartozik. Tehát magyarul a fogyasztásban az élénkülést az bizony még visszafogja sok minden egyéb tényező, de nagyon bízunk abban, hogy azzal, hogy a reálkeresetek növekednek, azzal, hogy az embereknél a rezsicsökkentés kapcsán több pénzt hagyunk, azzal gyakorlatilag levegőhöz tudunk jutni, levegőhöz tudnak a családok jutni, és végre lesz lehetőség arra, hogy esetleg olyan tartós fogyasztási cikket is vásároljanak, amit egyébként mondjuk néhány hónappal ezelőtt, vagy évvel ezelőtt eszükbe sem jutott volna, amiatt, hogy nincs rá keret. Nyilván ahhoz, hogy ez az általunk megindított rezsicsökkentés végig tudjuk vinni, ahhoz nagy szükség van továbbra is az erőre és az önök segítségével. Nem véletlenül ennek a fórumnak egy nagyon fontos üzenete az, hogy jó irányba indultunk el, nagyon-nagyon köszönjük azt a segítséget, amit megkaptunk, de a kormány még harcol, csapataink harcban állnak, és van még teendő ezzel kapcsolatosan, mert az ellenfelünk nem kispályás játékos. Tehát minden eszközt, minden lehetőséget és minden alkalmat meg fog találni arra, hogy megpróbálja ezt a folyamatot megakadályozni, nekünk meg az a dolgunk, hogy végigvigyük ezt a folyamatot. Nem a sarokba szeretnénk szorítani senkit, aki egyébként tisztességes gazdasági környezet mentén tisztességgel teszi a dolgát, és próbál a magyar embereknek szolgáltatni. A bajunk azzal van, hogyha valaki válság ide, válság oda, a magyar ember pénzén szeretne extra profitot abszolválni. Ezzel gondoljuk. És ementén fogjuk a következő időszakban is a dolgunkat tenni, és igyekszünk, ahogy miniszterelnök úr is szokta mondani, vannak szektorok, vannak olyan szolgáltatói szegmensek, ami egyszerűen non-profittá kell tenni. Tehát ott nem a profit orientáltsága a cél, hanem a szolgáltatás színvonalának a fenntartása, úgy, hogy az a lakosság megelégedését szolgálja. Pont. A rezsi kategóriája az gyakorlatilag ez a kategória. Tehát a mi olvasatunkban ugye oda kell eljutnunk, hogy ez a fajta szemlélet legyen az uralkodó Magyarországon. Látjuk, vannak, akik támadják a rezsicsökkentést elég intenzíven, de, hogy mondjam, tehát rágják, de se lenyelni, se kiköpni nem tudják ezt az ügyet.
Hát sok sikert kívánunk még a következő időszakban is ehhez az emésztési trükkhöz. Nem fog menni nagy valószínűséggel. Teljes mellszélességgel mögötte álltunk, állunk és fogunk állni a következő időszakban is ennek a egyébként talán az egyik legfontosabb üzenetnek. És ezzel egyértelműen bizonyítja, én úgy gondolom, a magyar állam, a magyar kormány, hogy a családok mellett és mögött van minden mással szemben. Ez talán a legfontosabb üzenet, azt gondolom. És ugye a családok középpontba helyezését nyilván nem csak a rezsicsökkentésen keresztül próbáljuk megoldani, hanem sok minden egyéb más eszköz is rendelkezésre áll. Ugye a családi adókedvezmények segítségével például 180 milliárd forintban több van a gyermekes családoknál. Most ugye a gyerekrendszer átalakításával, megint foglalkoztatási láda is van, ugye, tehát azok nagyon jó lenne, csak most nem a kormány álláspontját, hanem a magamét képviselem, hogy ugye 3 éves időtartam van Magyarországon, Európában elég kevés ilyen ország van, ahol 3 évig a gyerekkel együtt lehet lenni. Nagyon-nagyon szükséges, üldomos, jó lenne az én olvasatomban, hogyha az édesanyák megtehetnék azt, hogy 3 évig a gyerekükkel legyenek. Mert ez a hosszú távon a család gyökereit erősítené, ebben egészen bizonyos vagyok. De nem ezt éljük Magyarországon, ez az egykeresős családmodell, ez nem működik sajnos, mert az ember nem tud annyit keresni, hogy eltartsa a családját. Ezért meg kell adnunk a lehetőséget azok számára, akik szeretnének visszakerülni a munkaerőpiacra 3 év eltelte előtt, hogy ne járjon rosszul, ne járjon rosszabbul azzal, hogyha visszakerül a munkaerőpiacra, és ezért lesz remélhetőleg ugye hamarosan elfogadva majd a parlament által is egy olyan konstrukció, ami az ezt a fajta visszatérést segíti. Meg lesz még a tarsolyban egy-két héten belül, mondok majd még én is pár olyan jó dolgot, amivel szeretnénk pozitív üzenetet adni majd a hölgyek számára is, meg úgy egyébként a munkavállalókorú emberek számára is. Egyébként egy példát engedjenek meg, hogy ugye ezek a statisztikai adatok, ezek úgy maguktól, mikor a KSH méri ezeket az adatokat, az maguktól születik, vagy valamögött valami tudatosság. Ugye a KSH azt mutatja, hogy 2010. augusztusa óta Magyarországon folyamatosan nő a foglalkoztatás, de a 15-24 éves korosztály a fiataljainknál 2012. augusztusáig csökkent. 2012. augusztusáig egyértelműen csökkent. Láttuk ezt a problémát. És azt mondtuk, hogy találjunk ki valamilyen olyan lehetőséget, alkalmat, amivel az ő munkavállalásukat segítjük. Ilyen voltak, úgy hívtuk, hogy első munkahely garancia program, ez tavaly szeptemberben indult. Az volt a lényege, hogyha valaki munkáltató felvesz 25 év alatti fiatalt, akinek még nincs semmiféle munkatapasztalata, akkor 4 hónapig a bér és járulékainak a 100%-át megkapja. Lefordítom magyarra, ugye ingyen munkaerőt kap. Hát jöttek már, hogy hát, de biztos jó lesz ez, meg ingyen, meg pénz, meg stb. Azt tudom önöknek, ugye a fiatalnak mi a gondja? Kezébe van a papír, jó esetben, bead 250 helyre állás, önéletrajzot, szakmaéletrajzot, 198 helyről nem is jön vissza semmi, arról a 2-3-ról meg az jön, esetleg behívják, van tapasztalatod? Nincs. Na majd gyere vissza, ha lesz. Hát a 22-es csapdája, hogy szerezzen meg a tapasztalat, munkatapasztalatát. Tehát abban az időben 3600 fiatalnak terveztünk erre a 4 hónapra állást, ehhez képest 7500-an helyezkedhetik el. 7500 fiatal az alatt a 4 hónap alatt. És az az érdekessége, hogy január 1-én azt mondhatta volna neki a munkáltató, lejárt a kötelezettség, viszontlátásra. Azt tudom önöknek mondani, hogy július végi adatot láttam, ebből a 7600 emberből 4000 még dolgozik mai napig is. Tehát magyarul beváltak ezek a fiatalok, és azok a munkáltatók, akik foglalkoztatták, azt mondták, hogy nem is olyan rossz ez nekem, még ha nem kapok támogatást, még akkor is megéri, hiszen egy friss erőt kaptam oda magamhoz. Indítottuk ezt a programot februárban is, most az új program szerint újabb 4000 van benne, és lásd csodát, a statisztika
14 ezerrel lát többet. Tehát 2012 óta, mikor ezt bevezettük, most azt mondja a statisztika legutóbb, hogy 14 ezer fiatallal dolgozik többen. Adjuk a kettőt össze, 4 meg 4, 8 ezer, meg van a munkahelyvédelmi akciótervnek egy olyan lába, amely fiatalokat támogatja, ott 8 ezeren vannak. Kész. Nincsenek csodák. Véletlenül nem történik semmi. Ha 2008-ban, amikor a válság jött, az akkori kormány nem bénázza el a foglalkoztatás politikai eszközrendszer működtetését, akkor nem kellett volna 150 ezer embernek elveszíteni a munkahelyét 4 hónap alatt. Ezt állítom. Tehát nincsenek véletlenek. Ahhoz, hogy az ember eredményeket tudjon elérni, vagy az esélye legyen meg annak, hogy eredményeket ér el, ahhoz dolgozni kell. Mint ugye a hétköznapokban is. Hibázunk, de hát hibázik, aki nem dolgozik, de tenni kell a dolgokat. És én úgy gondolom, hogy azért mondtam ezt a példát, mert ez egyértelműen rámít arra, hogy ha az ember jó irányba lépked, akkor előbb-utóbb az eredményeknek is mutatkozni kell, és meg kell jönnie. Én azt látom, illetve mi azt látjuk, hogy ebben a munkában, ebben a kemény küzdelemben, amiben most a rezsicsökkentés kapcsán benne vagyunk, ez az önök akarata erősít bennünket a hétköznapokban, hogy ezt a harcot végigvigyük. Erősek leszünk, és végig fogjuk vinni, ne legyen kétség senkinek e felől, de szükség van a bátorításra, szükség van a támogatásra, akkor tudunk mi politikusok határozottan és magabiztosan kiállni és mondani a magunkét, hogyha érezzük, én személy szerint is akkor tudok, ha érzem azokat, akik odakültek, ahol most vagyok, magam mögött. Így vagyunk ezzel mindannyian. Kinek a jó Isten, amit megadott? Ugye a miniszterelnök úr, hál' Istennek, nagyon sok ember érezhet és érez maga mögött, de mi is látjuk azt, és ebből merítünk, ebből a hétköznapi találkozásokból, abból, hogy látjuk, érzékeljük, hogy nem vagyunk egyedül a magunk gondjaival, bajaival, balaszával, mi pedig azt tudjuk ígérni önöknek, hogy mindent meg fogunk tenni az önök érdekében a következő időszakban is. Nem kampánygyűlésen vagyok, és nem is szeretnék ezzel értelemben foglalkozni, de ezt az alapigazságot, amit mindenki tud, meg érez, biztosan kell, hogy a fejünkben legyen. A következő 4 év sokkal fontosabb, mint ez a 4 év volt. Mert ahogy az előbb az írónő is mondta, ugye, hogy a váltógazdaságokban mind 4 évente gyakorlatilag a szekér rúdját nem kicsit igazítják, hanem teljesen átfordítják egy másik irányba, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag soha nem fogunk kilábalni abból a helyzetből, amiben vagyunk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a következő 4 esztendőben azok az erőfeszítések, küzdelmek, nehézségek, gondok, amelyeket elsősorban önök éreznek sokszor a saját bőrükön, azok ne hiába valók legyenek, hanem az eredményeit is tudjuk élvezni, ahhoz pedig arra lesz szükség, hogy ez az irány, amit most a magyar kormány képvisel, azt megerősítsük, és vigyük, menjünk végig ezen a kicsit göröngyös, kicsit nehéz, de felemelő úton. Köszönöm szépen!